Nyíregyházán idén 289 kilométerre nőtt a szilárd burkolatú utak hossza, melyből az aranykarás sor hiányzó szakasza mintegy 465 méter tett ki. Korábban ezen a részen még földúton jártak a helyiek, azonban a lakosság összefogásának és az önkormányzatnak köszönhetően a családi házak előtti teljes szakasz szilárd út burkolatot kapott. Az aranykalás sor végén lakossági összefogással, de önkormányzati megvalósításban 465 méter útszakasz kapott földútból aszfaltot. Hát csak, hogy említsek ilyen számokat, 240 tonna aszfalt, a legmodernebb csapadékelvezetési rendszer épült ki ezen a 465 méteren, hát látszik, hogy mellettem elhúz egy autó, és milyen simán megy, 69 millió nettó forintba került ez a beruházás, ami így most egy hirtelen, egy irgalmatlan nagy számnak tűnik, de azért, ha megnézzük, hogy a tervezéstől a kivitelezésig mennyi részmunkálata van egy ilyen megvalósításnak. Csak hogy mondjam, az aknatetők színbehozása, és akkor ezek még csak apró dolgokról beszélek. Városszerte számos helyen zajlanak útfelújítások, járdaépítések és olyan új beruházások, melyek során földutak kapnak szilárd burkolatot, hangzott el az aranykalássori útszakasz ünnepélyes átadóján. Csak ebben az évben 23 földutat aszfaltozunk le, tavaly 16-ot, emellett felújítunk 26 utat, és 4 helyen járdaépítés is zajlik. Tavaly is 1 milliárd fölött, most 1 milliárd 200 millió forintot fordítottunk saját erőből ezekre a fejlesztésekre. Emellett természetesen pályázati forrásokból zajlik a nagy csomópontok építése, ebből már több elkészült, körforgalmakra gondolok, közlekedési csomópontokra, illetve a nagyforgalmú felújításra szoruló utak korszerűsítése is folyamatban van. Az ünnepségen elhangzott, a város részben további fejlesztések is várhatók, többek között járdákat, gyalogátkelőhelyet és földutak aszfaltozását is tervezik Sóstóhegyen.